Peti, sikerült felejthetetlenné tenned a mi kis évfordulónkat. Ne keress, én sem foglak. Szerintem már. Szia, Vanessa, tudunk találkozni? Fontos lenne. Szia, Kami, persze, valami gáz van? Majd elmondom, csak SOS-ben muszáj találkozni. Tudod, a plázából mindig szoktunk. Rendben, akkor a mozinál körülbelül. Oké, és köszönöm. Puszi. Puszi, szia. Nem hiszem el. Miért nem láttam? Vedd már fel. Nem hiszem el. Hát ez csodás. Ez nem volt túl okos dolog. Hát okos dolog ide-oda, nyilván egy lány se örülne neki, ha elfelejtenéd azt a dátumot, amikor összejöttetek. De akkor most beszéltek? Vagy most durci van? Figyelj, annyi volt. Hazamentem, a rácsra rá volt ragasztva egy cetri, rá volt írva, hogy ne keressem többet. Hívtam, de nem vette fel. De Facebookon írtál neki? Hát nem tudtam, mert letiltott. Figyelj, nézd a jó oldalát. Legalább több pénzed marad kajára. Hát most tényleg ez a legfontosabb. Amúgy szerintem az tök gáz, hogy mi van az évfordulónk, és felett kell eljönnöm vásárolni. Ma van az évfordulótok? Igen, ráadásul az egy éves évfordulónk, értem? És miért? Hol van a Peti? Nem tudom, napközben keresett 7-szer, de mindenhonnan letiltottam. Szerintem elfelejtette. De egy ilyen napot senki nem felejt el. Ez egy tök fontos nap. De hát ő a Peti, ismered. Jó, de attól még nem kéne azt elfelejteni, hogy együtt van a barátnél egy éve. Ha még egy napról van szó, az jó, de egy évről beszélünk. Úristen, gyere le! Nem egy fel! Most már Isten, miért nem látod a fejön? Mi van itt? A Peti! Hol? Na, ne, Kami, hagyja, Kami, oda, ne menj! Oda, de oda megyek! Igen? Mozizni, meg van idő. Ki az útcsaj? Kit hoztál ide? A Bennyvel jöttem megbeszélni a történeteket. Bennyvel mi? Ajándékot veszek az útcsajomnak. Benny, az útcsajod normális vagy? Te, engem többé ne keres! Amúgy ez tökre tetszik. Kösz. Hú, ez jól esett. Most, de úgy neked is pont most kell befisálnod. De miért? Most miért?